Sziasztok! Most egy faék egyszerűségű kis édességet fogunk elkészíteni, aminek az lesz a nagyon nagy előnye, hogy az A verziója az fullosan, de teljesen szénhidrátmentes, viszont van benne jó minőségű fehérje, és van benne rost. Úgyhogy én mindenkinek javaslom, hogy ezt nagyon-nagyon árgus szemekkel figyelje ezt a receptet, mert még a bónusz az az, hogy körülbelül 5 perc alatt lehet elkészíteni. Aztán lesz egy B verziója, ami már egy icipicit csalósabb, viszont gyakorlatilag a kvázi, vagy majdnem szénhidrátmentes proteinszeletet találtuk fel ezzel a recepttel. Látni fogjátok mindjárt, hogy hogyan. Nagyon egyszerű lesz egyébként az egész. Nem lesz hozzá szükségünk másra, mint egy kis zselatinra, mint egy kis útifűmaghéjra, és egy kis teljesavú fehérjére. Én most ezt a citromos sajtortaízű 100% whey protein professionalt választottam. Aki nem kóstolta, az legalább egy tasakkal vegye, hogy kóstolja meg, hogy ezt egyszer így megtapasztalja életében, mert ez ilyen függőséget kiváltó, az brutál jó, én szerintem nyilván ízlés dolga. A B verzióhoz, ugye a csalósabb verzióhoz szükségünk lesz egy kis étcsokira. Hát most 60%-osat találtam, de aki talál mit tudom, 80-90-eset, az még jobb nyilván, mert az még kevésbé csalósabb, meg egy kis kókuszsírra, azért, hogy tudjuk lágyítani a felolvasztott csokit, vagy meglátjátok miért. Bár szerintem már kapizsgáljátok. Az elkészítés menete, ugye roppant egyszerű, zselatint felfőzni, nem egy olyan nagy ördöngösség. 2 dl vizet használunk jelen esetben. Ez egy olyan bővevő kanálnyi zselatin. Próbáltam már kevesebbel, próbáltam már többel. Nyilván többel még biztosabb az eredmény. Kevesebbel egy kicsit olyan túl laza lesz a tudsz. Tehát én azt mondom, hogy az egyevő kanál az mindenképp menjen bele. Elkezdjük melegíteni a vizet, közben ugye a 2 dl öntött egy szél, egy kicsi vízben elkezdjük keverészni ezt a zselatint. Aztán amikor valamennyire már ugye elkeveredett benne, akkor összeöntjük. Jó, kijött minden. És folyamatos kevergetés mellett ezt így felforraljuk, de nem főzzük. Tehát amikor egyszer felforrt, akkor már ne főzzétek a zselatint. Annyi kell, hogy felforrjon egyszer, és az úgy elég. Tanácsos kevergetni, mert különben a zselatin hajlamos az aljára így letapadni, és azt meg nem akarjuk. Na, ott tartunk, hogy cirka 2 perc alatt jelzem, felfőtt a zselatin, gyönyörű szépen feloldódott, ugye így néz ki, nem nagy újdonság. Most ebbe a vízbe, így ahogy van, beleraktuk a fehérjét, és akkor itt már azt hiszem nyilvánvalóan látszik, hogy miért nem jó ehhez mondjuk akármilyen, hát már elnézést a kifejezését, de szutyogkevert fehérjét használni, ami az Istennek nem oldódik fel még sékerben sem, mert mondjuk egy jó minőségű tejsavot azt ennyi elkeverni, és teljesen csomómentes, tehát mondjuk ezt különböztet meg egy jó fehérjét egy bacaktól, többek között, vagy egyenek között. És felcsapott a citromos sajtorta illat, ezt már szeressük. És mielőtt megrémülne bárki is, hogy most aztán a tűzforró zselatinban mi történik a fehérjével, hát elárulom, hogy semmi nem történik vele. Ugyanolyan marad a fehérje tartalma, az égvilágon semmi nem változik. Egy dolog tud változni, talán a felszívódási tulajdonságai, de mivel mi ezt úgy fogjuk elkészíteni, hogy útifűmaghéj is van benne, hogy érve nem arról van szó, hogy valami hiper-szuper gyors felszívódású fehérjés kaját készítünk, pont arról van szó inkább, hogy napközben bármikor kényelmesen fogyasztható ilyen kis fehérjés palackákat készítünk, majd ugye a végeredményből fogjátok látni. Úgyhogy az nem baj, hogyha a felszívódás gyorsasága változni fog, a biológiai hasznosulása és a fehérjetartalma csont ugyanolyan marad, úgyhogy nem kell betolni, ugyanez igaz arra is, hogyha a proteines sütit sütsz, nem történik semmi baj. Ezt mindig el kell mondani, de még egy cikk is van róla a showgraderen, egyébként nyugodtan keressetek rá. Elkevertük ugye a fehérjét, most kiöntjük abba a tálba, amiben azt akarjuk, hogy megdermedjen, mi most egy ilyet választottunk, és akkor itt jegyezném meg, hogy itt most az arányokra figyeljetek, hogy most mennyi zselatinhoz, mennyi fehérre, stb. De semmi sem akadályoz meg senkit abba, hogy ezt mondjuk dupla vagy tripla mennyiségben megcsinálja, akár egy szilikonos őzgerincbe öntve, és úgy berakva a hűtőbe, és akkor egy nagyon mennyiségű ilyen kis fehérje finomságot, vagy nem is tudom, hogy minek nevezzem, én nem is neveztem el, most így belegondolok. Tehát, hogy egy nagyon mennyiségben készítse el ezt a finom kis kaját. Most már csak annyi a dolgunk, hogy ebből a útifű maghéjból, amit egyébként ledaráltam, ez még így fontos adalék,
ugyanis darátot nem találtam. Ebből így teszünk egy bő, egy ilyen púpozott evőkanálnyit bele. Tehát ezt is az arányok végét azért figyeljétek. Ezt minden útifűmakhéjas receptnél elmondom. Egyszerre sokat ebből ne használjátok. Egyrészt nagyon sok vizet szív magába, másrészt meg, hogyha túl sokat eszek belőle egy húzamba, egyszerre, akkor azért a visszájára fordulhat a dolog és emésztési problémákat okozhat, ha nem iszol rá eleget. Ha iszol rá eleget, akkor nincsen semmi baj, de ha nem iszol rá eleget, akkor belét köt, mint a beton, az meg nem nagy feeling, úgyhogy vigyázva. Tehát egyelőre így nézünk ki, most már nincs más dolgunk, mint berakni a hűtőbe, és megvárni, míg megdermel, és akkor utána még van bele egy icipici dolgunk, nem sok, úgyhogy hamarosan jövünk. 3 óra elteltével megnézzük, hogy áll a hűtőben ez a kis cucc, és gyönyörűen, nagyon jó kemény lett. Most azt fogjuk tenni, hogy fogunk egy éles kést, szépen elvagdossuk kis apró darabokra, és akkor a nagyon diétázóknak meghagyjuk a felét így, ahogy van, mert ez így már fasza, ehető. A másik felét pedig beforgatjuk olvasztott étcsokiba, így készítjük el a gyúrós szaloncukrot. De becsomagolni nem fogom, azt ne várja senki, úgyhogy úgyis jön a karácsony, mindjárt hónapok kérdése, és gyakorlatilag megvan az édesség a fára, gyerekek, tehát lefejlesztettük. A tápiek cégek nem képesek egy szaloncukrot összehozni, de mi lefejlesztettük, úgyhogy most meghaladtuk a korunkat évszázadokkal. Na, fölvagdostuk, ezeket meghagyjuk full izének, testépítő tisztának. Olvasztottunk csokit egy kis kókuszzsír társaságában, még mindig mehetett volna hozzá egy kicsit több kókuszzsír, de se baj. Így is jó lesz az. És most már csak annyi a dolgunk, hogy megforgassuk csokiban ezeket a darabokat, hűtőbe megdermesztjük egy picikét. Ennyi az egész. A vékonyabb a csoki, mármint hogy hígabb, akkor nyilván vékonyabban is egyszerűbben lehet ezt a kenegetést megcsinálni, de én úgy vagyok vele, hogy most mivel ez már úgysem lesz innentől kezdve testépítő tiszta, akkor már legyen csok is. És ez igazából csak egy példa lesz nektek arra, hogy azért ebből lehet ám csinálni csemegét. Megkóstoltam már nyilvánvaló módon a sima natur darabokat is, és valami elképesztő finom. Tehát, hogyha egy finom fehérjével csináljátok meg, akkor ott nem lesz panasz, abban biztos vagyok. Be is borítottuk csokival, berakjuk a hűtőbe. Pontosabban én most még hűtőbe fogom rakni, mert nincs türelmem kivárni, míg ezek megdermennek hűtőbe. És aztán tároljuk is. Akit meg zavar a kinézet, az majd szépen lefújja a tejszínhabban, hogy még finomabb legyen. De szerintem ebben nem érdemes problémát csinálni. Legközelebb majd még hígabbra csinálom csokit, és akkor még jobb lesz. Még jó, hogy mondtam, hogy a frigóba teszem. No, el is készültünk, megdermett a csokimáz. Aki igényes arra, hogy ez nagyon-nagyon szép, sima legyen, és úristen, az csinálja hígabbra a csokiszószt, és kicsit hűtse tovább. Az a hátránya meg lesz, hogy sokkal hamarabb fel is fog olvadni egyébként, szóval hőmérsékleten. De viszont szép lesz. Viszont egyáltalán nem kötelező ezt ilyen módon elkészíteni, mert elkészítheted ilyen módon is, és akkor tényleg az 5 perces elkészítés plusz x óra hűlés kell csak hozzá, amit itt láthattatok is a gasztróban. Úgyhogy szerintem ezt tényleg vétek nem kipróbálni. Ez a része, ez full szénhidrátmentes, tehát hogyha egy teljesen izolátumból csinálod, akkor aztán tényleg teljesen szénhidrátmentes, leszámítva ugye a rostokat, de az nem számít. Ez a része egy kicsit csalósabb, nyilván attól függ, hogy milyen csokit használsz, mennyi csokit használsz, stb. Viszont ha belegondolsz, hogy mondjuk egy sima fehérje szeletbe, és most elnézést minden gyártótól, de egy sima fehérje szeletbe mennyi szénhidrát van, milyen szénhidrát van, mennyi fehérje van, milyen fehérje van, azért ennek a makrói, azaz tápanyag arányai nagyságrendekkel jobbak, úgyhogy ezt is azt mondom, hogy próbáljátok ki, jó étvágyat hozzá, bárkinek jó szívvel tudom ajánlani.